כ10 ימים אנחנו גם מתחילים שנה אחרת, השנה של הלוח, לוח השנה היהודי, ראש השנה היהודי. במסורת היהודית אנחנו אוכלים רימון, טובלים תפוח ודבש כדי לברך בשנה עשירה ומתוקה. Az új évi szokás az az, hogy gránát almát fogyasztunk, illetve mézbe mártott almát, ami a bőséget, a következő bőségét szimbolizálja. ואני חושבת שאין דרך יפה יותר מאשר לפתוח את השנה ולברך אותה, לא רק, גם באושר של תרבויות וסיפורים וצבעים. ואני מאוד שמחה שמרכז תרבות ישראל יכול לפתוח את השנה ולברך את האורחים שלו עם התערוכה של מרגריטה. Nagyon örülünk, hogy egy ilyen sokszínű, gazdag, érzelmgazdag kiállítást tudjuk megnyitni az Izraeli Kultúrási Intézetben a következő évet, amit ezen a kiállításon is majd érezhetünk. Szeretném megköszönni Margaritának, hogy megadta a lehetőséget az intézetnek, hogy kiállítsuk a képeit, illetve szeretném megköszönni önöknek is, hogy elfáradtak ma ide, és minden közreműködő vendégünknek nagyon köszönjük. Hát köszönj, hogy a világot nem olyannak látjuk, amilyen, hanem olyan a világ, amilyennek látjuk. Itt most elsősorban színeket látunk, és biztosan körbesétáltak egy kicsit, és elsősorban a színeket látjuk. De a kiállítás címe a színeim története. Tehát azért lentek ezek a képek, mert az Margit színeit látjuk itt. Tehát az, ami az ő belső színeibe tűnnek ki valahogy a falakra. Tehát azt látja meg, amit mi látunk. Az anyagok sokféle színét látjuk. Látjuk a bőrszínét, látjuk a szent színét. A fekete férfit a tigi tarka hajékkel. A várakozó tarka tömegben látjuk a színeket és a bőrszíneket, az anyagoknak a fantasztikus harmóniáját és diszharmóniáját. És azt is látjuk, hogy struktúrálódik a kép. Nagyon érdekes, ahogy függőlegesekben és vízszintesekben rendeződnek, és kivekben rendeződnek ezek a színek. Azt hiszem, hogy ugyanakkor a felismerés színei is vannak, tehát a színek erejének a felismerése. Ott van az Eiffel-torony, ott van ez az állandó háttér, de azért lett fontos, hogy ez a gyönyörű szép barna nő, vagy fekete nő a kék aranyrúzzsal az exotikumának a teljesítő. De annak a felismerése, hogy az állandó azért a mód, hogy a pillanat megtörténne előtte. De ezek, tehát a színeim történetei, Margit színeinek a történetei, de történetek is. Tehát történetek is. A felismerés folyamokról van itt szó. Pillanatokká sűrűsödő történetekről is. És nem csak arról beszélek, hogy, vagy nem csak azt értem alatta, hogy Margit történeteket is ír a képen. Vagy a nehéz csomagot cipelő férfivét New Yorkban. Nem is tudom, hogy miért van az az érzésünk attól a környezetségeit árral szemben hal ez az ember. Aztán egy muzulmán nő ül egy padon, nem látunk belőle jó formán semmit, csak aznak az ívét, ahogy ül, és előtte
kitárulnak a tájkék. Aztán az évek hiánya, azzal is tele vannak ezek a képek itt ott. A kis zsidó fiúi, aki nem évek között áll, hanem függőleges és vízszintes falak között. Tehát nem hallja meg, valahogy nem könyörül rajta a tér. Aztán a profilére, a New York-i háttér előtt, a tűnődő félmosó ívében, a dallam íve is, amit hallott az ember. A hangszín is ott van, tehát azokban a képekben, ezekben a pillanatfelvételekben a hangszínét is meghalljuk, de meghalljuk a csöndszínét is a hangtalan imában. A Koldus asszonynak a hangtalan imáját, ez a címe a képnek. És most idézném is Margitot. Azt írta, hogy egyszer bekötöttem a szemem, hogy egy napig átérezzem azt, hogyan élnek és érzékelnek a lakók. Csupán néhány percig írtam. De hogyan érezhetném ennek a földön ülő nőnek az érzéseit? Nincs olyan bőrbehajtott fej, ami azonosítani tudna volna. Ez itt Kelet-Európa. Sétál egy madár.
Szolnok és Budapest között, hanem a világ minden tájára eljut, és ráadásul egy nagyon kiváló fényképezőgép is van nála, arról nem beszélve, hogy professzionális fotográfus, annak könnyű a dolga, gondolhatnánk. Akárhova néz, bárhol jár, rengeteg érdekes dolog történik, szép emberek járnak az utcán, süt a nap, minden csupa szín, varázs. Ahogy Baudelaire írja az Útjaírás című versében, részlet, hűsalkonyi csönd, tűzglória önt, városra, mezőkre csodás színt, és permetező, nagy álma vesző, skarlát, arany és üde játszint, a világot csupa rend, szépség, gyönyör, pompa csend, Szabó Lőrinc fordítása. Ha csak a Facebookot nézegetjük, abba se tudjuk, hogy annyi képet tesznek föl. Naponta milliárd kép készül a világról, esküvőkről, hajléktalanról, iskolásokról, foci meccsek tribünjéről, szerelmesekről, akrobatákról. Mi akkor mégis Túrós Margaréta képeiben a különös? Miféle történetet mesél el Túrós Margaréta, ami csak az övé? Haladjunk cikcakban végig a képeken. Tényleg a színek itt a legfontosabbak, mint azt a kiállítás címe sugallja? Vagy nem is azokról a külső, a dolgok felszínéről visszaverődő, vagy belülről az ember bőrén átderengő színekről van szó, amelyekre először gondolnak? Hát nem, mondom én. Nem azokról a színekről van szó itt, hanem az érzelmek színéről. Az arcok mögé képzelt történetek színéről. Túrós Margaréta nem színészkedik, veszélyes képeket készít, melyeket eltakar a szelítségük és a szépség. Veszélyes úton indul el, ha csak elsiklunk a képek előtt, ez fel sem tűnik, idillnek tűnnek, de ha megállunk előttük és elolvassuk a hozzájuk tartozó történeteket, világossá válik, hogy szó sincs idillről. Ahogy az egyik kép mottója mondja, először a dombot nézzük a képen, aztán a képen a dombokat. A kisfiú, aki apja a vállán visz és visszapillant Jeruzsálemben Túrós Margaréta objektívjét. A kép címe Biztonságra vágyva. A fotós azt is tudni véli, hogy a kisfiú arcán átsuhanó félelemhez hasonló csodálkozás, a megfogalmazhatatlan szorongás, az attól való szorongás, hogy ő már tudja vagy sejti, nem szabad róla képet készíteni. És a fényképész 360 fokban látja azt is a kisfiú szemével, amit a kisfiú az ő háta mögött vesz észre. A fotós mögötti világ is ott ragyog a kisfiú két riadt szemében. Veszély, törékenység, sebezhetőség. A vallomás, a felismerés, hogy ő egy street photographer, egy utcai fotográfus, ugyanúgy, mint Henri Cartier-Bresson, és hogy azt fényképezi, ami hirtelen elé kerül, az egy Henri Cartier-Bresson kép megpillantásakor tudatosul benne. Ezt a felismerést egy tunéziai képhez mellékelt történetben mondja el, amelynek címe Játék a sikátorban. A kisfiúk a házak között kanyargó napfényverte utcán, itt a házak is természeti képződmények, a kisfiúk a leírás szerint egy szempillantás múlva mind felpattannak a kocsira, tehát ez a kép csak egy pillanatig létezik, és most már Túrós Margarétának hála örökre. A kép színes, a színeket átizítja a nap, de átizítja az a tudás is, hogy sem az előtt, sem az után nem volt ez a vidám és mozgalmas pillanat, amely egyben az elmúlása. A mangóevők egy paradicsomi pillanatot ábrázol Szenegálban. Három kisfiú mangót eszik. A történet viszont azt mondja, hogy ahogyan a gyerekek,
a történetben nem hárman vannak, hanem 40-en. Két kiflin, amit a fényképész vetett oda, mint a dühös verebek összeverekednek. De utána természeti erővel simul ki a felszín, és a három arc a fényképezőkép lencséjében ragyog, a középső fiú fejéből egy vidám negyedik kandikál ki, piros trikóban. A harmónia mögött a diszonancia, a diszonanciában a harmónia. Belesimulnak a tájba, mint a kövekhez hasonlóan fekete fürdőző gyerekek Dakarban. A kéz, amely a sövényfalat megérinti Sri Lankán, a két címe szimbiózis, a barnára égett kéz és a sövényfal, hiába mások, mégis áthatolnak egymáson, egymásba érnek. Egy másik felvételen fiatal esküvői pár látható gyönyörű ruhákban Sri Lankán, a kötelező esküvői vidámsággal arcokon, de Túros Margaréta mellé kell hozzá egy veszélyes beszélgetést a vonaton egy fiatal lányjal, nem ő látszik a képen, aki hamarosan megházasodik, de nem ismeri még leendő férjét, soha nem találkozott vele, mert az illetőt a szülei választották neki. Ő ebben nem talál semmi különöset, a fotográfus annál inkább. A lány farmerban van, egyedül kószál végig Európában. A beszélgetés közben szinte halljuk a fotográfus szívdobogását.